Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban beszélgetünk a Góbé zenekar múltjáról, valamint megtudhatjuk azt is, hol találkozhatunk velük legközelebb. Emellett pedig hoztunk Önöknek egy programajánlót is a hétvégére. Tartsanak velünk! Feketeföld, Hajsza, Ex. Csak néhány azon dalok közül, amelyek az Élem című lemezen hallhatóak. A Góbé zenekar két tagjával beszélgettem a nemrégiben megjelent albumról. Ismét lehet koncerteket tartani, koncertekre járni, és nem tesz másképpen a Góbé zenekar sem. Itt van velem a stúdióban a zenekar két tagja, Hegyi Zoltán és Vára Járon, köszöntelek titeket. Hogyan is kezdődött a ti pályafutásotok? Hogyan is kezdtétek? Szerintem kezd nyugodtan, mert a tiéd az enyém után. Bár azzal kezdeném, hogy ez egy most már 4 éves zenekar, aminek mi egy nagyon rövid részletéről tudunk beszámolni első kézből. Persze tudjuk, hogy hogy alakul, de ugye mi valóban egy 1,5-2 éve vagyunk a zenekar kötelékében. Hát, és hogyan csatlakoztál be? Hogyan jött ez neked? Úgy alakult, hogy az első vírus hullám elején, vagy éppen annak a folyományaként kivált az akkori frontember és a bőgős is, és én akkor játszottam egy ilyen világzenei érdekeltségű zenekarba, ahol a Góbénak a cimbalmosa Egervári Mátyás töltötte be, hát rövid ideig, mert hogy maga a zenekar is rövid életű volt, de ő végezte ott az ilyen kezdeti menedzsment tevékenységeket. Úgyhogy mi ott ismerkedtünk meg, és elhívott egy ilyen castingra, mert hogy akkor ők bőgőst kerestek. És akkor játszottam velük, jól éreztük magunkat. Ez akkor sikeres volt. Igen, sikeres volt mind a két szempontból. Ők is jól érezték magukat. És ugye te is új vagy a zenekarban, te hogyan csatlakoztál be? Én pedig azért mondtam az előbb, hogy Zoli kezdje, mert hogy aztán engem Zoli keresett meg, és ő dobott be a közös kalapba, amikor énekest is kerestek, mert hogy nagyon körültekintően a zenekar most úgy érezte, hogy megteheti, hogy válogat az emberek közül, és így kerültem én szóba, és aztán én is elmentem egy meghallgatásra, és jól sikerült, és akkor végül engem választottak. Nagyon szerencsésen, úgyhogy így vagyunk azok. Maga a zene iránti szerelem, mondhatnám így, hogy ez hogy kezdődött nektek, mikor jöttetek rá arra, hogy ti ezzel szeretnétek foglalkozni? Én zenei általánosba jártam, és akkor még nem. Mert hogy utána attól teljesen elkanyarodtam, mert hogy kötelező szolfézsórák, kötelező énekórák, kötelező kórus és egyenruha volt az általános iskolámban, amit akkor, tudom én, negyedikes fejjel borzasztóan gyűlöltem, de hogy utána, nem tudom, évekre rá, amikor ezt a zenei dolgot a gimi alatt parkoló pályára tettem, akkor éreztem, hogy mennyire hiányzik. És hát jött a pályaválasztás kérdés, ami borzasztó korai szerintem, vagy nekem az volt 17-18 évesen, és akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen semmi más nem érdekel. Aztán jó pályatévesztés, mert hogy otthonról jött a sugallat, hogy azért lehet ezt a zenélgetést csinálni, de hogy kell egy polgári szakma. Úgyhogy én elmentem a bölcsészkarra, de akkor már csak a gyakorlással és a zenéléssel foglalkoztam, úgyhogy a bölcsészkar után mentem a Zeneakadémiára. Igen, abszolút. És neked honnan jött? Nekem valahogy nem is tudom igazából pontosan behatárolni. Kiskoromtól kezdve néptáncoltam ott a kis falunkban, Baracson, és valahogy így a néptánc meg a népzene szeretete az így egészen kiskoromtól így elindult, és valahol talán a váltás ilyen középiskola tájékán történt. Egy-két évig jártam Dunivárosban a gimnáziumban, ahol Zolival egy gimnáziumban jártunk, és akkor valahol ott egy-egy ilyen népdaléneklési versenynek köszönhetően többen ösztönöztek arra, hogy jöjjek át ide Székesfehérvárra a Herman László Zeneművészeti Szakközépiskolába, vagy hát most már zeneművészeti szakgimnázium, azt hiszem azóta. És akkor így lett. És akkor átjöttem ide Fehérvárra, és akkor itt 4 évet eltöltöttem a konziba, és akkor utána már egyértelmű volt, vagy hát egyenes volt az út nekem is a Zeneakadémiára. Tehát akkor van népzenei kötődés, és akkor beszéljünk egy kicsit a zenekarról, hogy milyen stílusban is játszatok ki pontosan, mert hallottam, hogy népzenei stílusú számaitok is vannak, de mégis mi az irány?
valahol az irány, hogy hogyan is fogalmazom itt a zenekarban, azt a kifejezést használjuk, hogy tértágító fusion folk, amit mi játszunk zene, ami nagyjából annyit tesz, hogy a magyar népzenei alapokra épül rá a többi stílus, ami így kedvelt, vagy ami populárisabb. Úgyhogy így jön be a népzene a mi zenénkben, hogy alapvetően azt veszük alapul, és akkor azt kezdjük el keverni, illetve arról gondolkozunk tágabb értelemben különböző stílusokban. Mennyire tudtok ezzel azonosulni egyébként ezekkel a műfajokkal? Abszolút. Hát talán az én esetemben merül fel még relevánsabban ez a kérdés, mert hogy én alapvetően nem a népzene felől jövök, mint Áron, akinek egyenes útja vezetett afelé mindig is, hanem én ugye a jazz táncokról, de hogy a Góbéban folyó alkotó munka, mint ahogy Áron is mondta, azon alapul, hogy az ilyen különböző tájegységek népzenéje milyen asszociációkat indít el a próba folyamán, és mivel nekem nem ebből az irányból jön az ismereteimnek a fő része, hanem a könnyű zenéből, meg a jazz zenéből, emiatt én kicsit például máshogy tudok hozzányúlni. Nem tudom, hogy válaszoltam el a kérdésre. Igen. Köszönöm. És egyébként mennyire befogadó a közönség ezek a zenétek iránt? Én úgy érzem, hogy teljes mértékben. Kicsit segít nekünk talán az a táncház mozgalom, ami már több most már lassan évtizedekben is mérhetően jelen van Magyarországon. Ugyanis ezekkel, hogy népdalok az alapok, a szövegei is a számainknak nagy mértékben népdalokból alakul, sőt, nagyon kevésszer kell, vagy nagyon kevésszer nyúlunk hozzá, vagy alakítjuk egy kicsit a saját szájízünkre a szöveget. Ezáltal azoknak az embereknek, akik ebben a táncház mozgalomban valamennyire megmozdulnak, vagy ismerős nekik, vagy akik szeretik egyáltalán a népdalokat, vagy csak így találkoznak vele az utcán, is ismerős lehet egy-egy dal szövegünk, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezáltal én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon nyitottak az emberek, illetve mivel most már egyre inkább, legalábbis az új lemezünkön nemrég jelent meg az új lemezünk Élem címmel, azon már azért elég komolyan belenyúlunk egy-egy más stílusba, és úgy érzem, hogy ez is közelebb tudja hozni az embereket. Mik azok a stílusok egyébként, amik ezen az új lemezen még megjelennek? Hát ami újdonságként felmerül, hogy sokkal mélyebben belemegyünk a különböző ma modernnek számító elektronikus irányzatokba, de a mi akusztikus módunkon. Igen. Tehát, hogy megpróbáljuk reprodukálni azt, de közben meg tiszteletben tartva a hangszeres felállásunknak a sajátosságait, de ezek mellett ilyen különböző karibi térség, meg dél-amerikai ihletésű könnyű zenei formákhoz is nyúlunk. Igen, hogy úgy konkretizáljuk, hogy van egy-két számunk, ami reggae stílusú, van olyan, ami most az újabb vonal egy kis dubstep beemeléssel, van egy bossa nova ritmusú dalunk. Készítettünk most egy balladát, ami az új lemezen van. Úgyhogy... Akkor elég sok rétű, és egyébként a korosztály tekintve mi mondható el? Kik azok, akik hallgatnak teget elsősorban? Mert tényleg, hogy elég színes a paletta. Én úgy érzem, hogy a fiatalok főként, így mondhatni a saját korunk beliek, és tőlünk akár lejjebbi korban, ilyen tizenévesektől 40 éves korig, de nem akarom ezt behatárolni, mert nem is nagyon lehet igazából. Azért tág. Vannak olyan idősebb emberek is, vagy korosabb emberek, akik szeretnek minket, és akár járnak is a koncertjeinkre. Úgyhogy, illetve a gyerekek körében is, legalábbis az én ismeretségi körömben előfordul, hogy nagyon tetszik egy-egy szám, egy-egy zenei hangulat nagyon átmegy a gyerekeknek, illetve egy-egy ilyen zenei poén, amiket így beszúrunk, vagy valami. Úgyhogy úgy érzem, hogy minden korosztálynak nagyon emészthető a zenénk. És egyébként egy zenét kiemelve csak erről az új albumról, az X címe, ez az a címe, hogy X, ennek mi adta az ötletét ennek a zenének? igen, keressük.
Volt szeretőm a népdalnak az első sora. Igen. Nem akartuk demo címmel kiadni, és ez az asszociáció tulajdonképpen egy ilyen nagyon hát frappánsnak gondolt dolog, hogy ezzel akkor így le is tudtuk. Azért az mindig, mindig egy ilyen agónia, meg nem tudom, amikor nekünk címeket kell választani, mert ott talán addig terjed a kreativitás, a zenekarnak csak címet ne kelljen adni. Igen, az nehéz, mert a népdaloknak általában a kezdő sorával szokták jelölni egy-egy népdalt, hogy mit fog az ember előadni, vagy mi az, amit énekel, vagy amit szeret. És azért egy-egy ilyen népdal elég mély érzésekről tud szólni, nem és mindig lehet behatárolni, hogy most ez a szerelemről szól, vagy ez a szakításról, vagy a bánatról. Hát azért tudjuk, hogy a népdalok nagy része ezek a témakörök körül forognak, hogy szerelem, meg akár elvándorlás, meg a bánat kiadása. De valóban ez a szöveg egy kicsit erről szól, hogy hát nagyon szerelmes volt ez az ember, de mégse ezért lett az ex, és úgy éreztük, hogy na ez is egy olyan dal, ami meg egy nagyon popos dalra sikerült, amit a utóbbi időben kevésbé használt a Góbé, bár ez egy fontos jelzője a zenekarnak, hogy népi popzenét játszunk. És egyébként ehhez készült egy videoklip is, ennek miatt az ötletét magának a helyszínnek? Ennek az ötletgazdája Cupi Áron volt a dobosunk, aki úgy érezte, hogy előtte most éppen egyesével dobtuk ki a dalokat, és amihez tehettük, klipet is forgattunk, és az ex előtt lévő klip a Korcs című dalhoz készült, ami egy kicsit elvontabb jellegű videoklipre sikerült, és azt pedig Rigó Marcinak köszönhetjük, az ő ötlete volt, és az ő munkája van benne nagy részt. És úgy érezte az Áron, hogy most jobb lenne egy ilyen könnyedebb, egy ilyen kedves, ilyen kis, amiben minden ember bele tud helyezkedni, egy ilyen kis sétálós, szép képekkel, a végén mégis összetalálkozás, közös együttlét, meg hasonlók, és akkor valahogy ezt próbáltuk meg megjeleníteni ebbe a zenéhez mérten. Igen, valahol ez a szám egyébként szerintem atmoszféra tekintetében egy jó ellenpontja a Korcsnak, mert hogy egy nagyon életigenlő szövegről és hangulatról, meg zenei, nem tudom, textúráról van szó, szemben a Korcsal, ami inkább egy ilyen komolyabb témát és egy nyomasztóbb hangulatot implikál, és ez szerintem a képi világban is jól sikerült végeredményben ellenpontoznunk. És egyébként ezeket a zenéket majd be is mutatjátok. Hogyan készültök a fellépésre? Ugye itt is játszottok majd a Petőfi Kultúrtanszékben. Hogyan készültök egyébként a fehérvári közönséget? Hogyan tudnátok értékelni? Fehérváron mindig is nagyon szeretett a Góbé játszani, még akkor is, amikor mi még nem voltunk benne, mert hát itt az Alba Régi, a táncjéttes, akik szeretettel hívtak minket mindig a királyi napokra, és hát mindig nagyon-nagyon buliztak velünk, meg ránk, meg még annak idején még én is a zenekarra, és legutóbb is itt voltunk tavaly is a királyi napokkor, akkor csak királyi napok volt, ugye a járvány helyzet miatt, úgyhogy én maximális jó érzéssel jövök ide, mert biztosan tudom, hogy sokan leszünk, és hogy jó hangulat lesz. És hol találkozhatunk még veletek egyébként Fehérvár mellett? Ugyan tovább? Úgy néz ki a tavaszunk, hogy egy ilyen vidéki klubturné sorozat keretében mutatjuk be az új lemezanyagot, amit egyébként már bemutattunk Budapesten az Akváriumban. Facebookon és mindenféle közösségi média platformunkon tájékozódhatnak az emberek, hogy éppen merre járunk. Most így dátumra pontosan, most ezt így nem tudom megmondani. Ezt is meg lehet akkor nézni. Igen, de hogy megyünk most Sopronba, megyünk majd Pécsre, megyünk Szombathelyre. Szegedre. Egerbe. Úgyhogy akkor elkezdő nem most már a fellépéseitek. Remélem találkozunk még veletek. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Kulturális, gasztronómiai és természeti értékeket ismerhetnek meg azok, akik ellátogatnak a hétvégén a Gárdra. De hogy pontosan mi is várja majd az ideérkezőket, arról Ocsenás Katalinnal beszélgettem stúdiónkban.
Így már hagyományosan idén is megrendezik a Velencei Tavi Halvad, Bor és Pálinka Fesztivált. 14. alkalommal várják a gasztronómia szerelmesei tagárra. Itt van velem a rendezvény főszervezője, Ocsanás Katalin, köszöntelek. Honnan is jött annak idején ennek a fesztiválnak az ötlete, hogyan is kezdődött? Szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Szeretettel invitálhatok most a jövő hétvégi fesztiválunkra. 2009-ben Gárdonyváros önkormányzata kezdeményezésére azok a turisztikai szolgáltatók, együttműködő partnerek, akik a Velencei tó térségében jelen vannak, vagy városunkhoz kötődő turisztikai szolgáltatók, mint például a VVS-i is, összefogtak azért, hogy egy turisztikai szezonnyitó fesztivált szervezzenek meg. Ugye a 2009-es években ebben az időszakban, tehát a május 1-jéhez kötődő hagyományosan ekkor rendezzük meg, tehát a május 1-jéhez kötődő időszakban nem volt még fesztivál, éppen ezért egy ilyen háromnapos programsorozatra hívták a vendégeket. Ugye a turista az, aki legalább egy éjszakát itt tölt, és hát kiváló szálláshelyeink is vannak, szép természeti környezetünk is, kulturális, illetve gasztronómiai értékeink is, és arra gondolt akkor a városvezetést, hogy az együttműködő partnerek segítségével ehhez egy ilyen kulturális, tehát egy ilyen bemutatkozási lehetőséget társítanak. Ez volt a fesztivál szervezésének apropója, és hát azóta is életben van ez a programsorozat, az ugyan változott a környezet, hiszen már januártól fogva szinte minden hónapban vannak jelentősebb, kisebb, nagyobb fesztiválok, de mi itt a május 1-jéhez, hétvégéhez kötődően megpróbáljuk azért újra színesebbé, élményszerűbbé tenni évről évre ezt a programkínálatot, hogy lehetőség szerint válasszanak minket is a sok egyéb más kiváló rendezvényhelyszín, illetve program sorozatok, fesztiválok mellett. Úgyhogy a fesztivál összetétele és programszerkezete is egy kicsit ehhez alkalmazkodik. Természetesen vannak kiváló fellépőkkel nagyszínpadi programjaink, de továbbra is jelentős az a hozzátársított élménykínálat, ami kezdetek óta hagyományosan jelen van a fesztivál életében. Voltak korábban sárkányhajózások, kenusztatások, szigetkerülő túrák. Ezek egyik évben meg tudjuk rendezni, másik évben nem. Ugye változik a szolgáltatói környezet is, a turisztikai partnerek is változnak. Ami idén a hagyományokhoz képest ugyanúgy lesz, ez a vadfőző versenyünk, lesznek a meseréten családi programok, a tóparton lesz ismét fesztiválfutóverseny, lesz gyermekhorgász verseny, és csak néhányat említek meg emellett, vagy ezek közül, és hát az is jelentős, hogy ilyenkor a kulturális tereinket is fölvirágoztatjuk, olyan programokat tervezünk ide, hogy járják be, természetesen lehetőség van gyalogosan, vagy vonattal, kerékpárral bejárni a fesztivál központból ezeket a helyszíneket. Úgyhogy a Velencei Tavi Galériában egy Hungarian Pop Art nevű című kiállítást nyitunk meg, ami divatbemutatóval és bűvészsóval egybekötött program. A Dinnyési Hagyományőrző Központban az Én Dinnyésem címmel fotókiállítást nyitunk, és hát természetesen a Gárdonyi Rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház is a fesztiválra specializált programokkal várja a fesztiválozókat, fesztiválvendégeket. A fesztivál központban pedig például a szombati napon itt lesz a 40 éves NESZ és az MART, ami azt jelenti, hogy népiparművészek portékáit, bemutatóit és mesterség bemutatóit láthatjuk. Különlegesség, hogy a régi elfeledett mesterségek mutatkoznak itt majd be, ami azt jelenti, hogy például megtanulhatunk hálót szőni, halászhálót is szőni, vagy kötni, azt hiszem szakszerűen talán így mondják. És hát ugye az egyéb programok mellett, ami szintén a szarvas szoborhoz köthető, az ugye Gárdony városközpontja a helyszínünk, és ez egy gyönyörű szép park a taposta mellett van, az található a szarvas szobor, és itt lesz kultúrpajta is, úgyhogy ide olyan beszélgetéseket, vagy programelemeket terveztünk, ami ugye a fesztivál nyüzsgésben egy kicsit pihenőpont is,
illetve az egész fesztiválról szeretnénk tudni azt, hogy ez egy találkozási hely, még nagyságát tekintve van lehetőség a személyes beszélgetésekre leülni, kóstolni a túl körül élő finom, túl körül lévő pincészetek boraiból, vagy a régióbeli pálinka főzdék termékeiből kóstolni, és itt a kultúrpajtában pedig tematikus beszélgetések, borkóstoló és pálinkakóstoló is lesz, amit szomelié vezetésével betekinthetünk az értékeinkbe, a kincseinkbe, és aki hozzánk jön, akkor talán egy kicsit árnyaltabb képpel távozik majd tőlünk. És hát ugye a járványhelyzet miatt úgy terveztük meg sok hasonló más rendezvényhelyszínnel együtt ezt a fesztivált, hogy újra egy picit örülhessünk a találkozásnak, egy picit jól érezhessük magunkat, hogy éppen ezért például a pénteki napon a helyi, illetve a tó körül érő zenészek formációi mutatkoznak be, a szombati napon és a vasárnapi napon is délelőtt helyi társcsoportok mutatkoznak be, akik a mi kulturális tereinkben tartják foglalkozásainkat, és hát délutántól pedig a különböző műfajok lesznek jelen a nagyszínpadon. A kultúrpajtában pedig találkozhatunk Szabó Krisztiánnal, aki a Dinnyési Halivadék nevelővezetője, Piros Edittel, aki egy nemzetközi hírű állatpreparátor és különlegessége, hogy női vadász is. Szombaton 12-től lesz a tó körüli pincészetek borkóstolója, amit a Bálint Borárium vezetésével, Bálint György vezetésével élvezhetünk, majd lesz grafológus előadás, aki a híres vadászok és természetírók írását elemzi, és lesz talkshow a vadászatról, és találkozhatunk egy agárdi exatlonos versenyzővel is. Beszélünk majd vasárnap a Velencei tó horgászatáról, halgazdálkodásával, a Dinnyési Fertő és Nemzeti Park őrkerületvezetője is a vendégünk lesz. Vendégünk lesz a Baptista Szeretetszolgálat szóvivője, aki háborúban innen és túl ugye a segítségnyújtásról fog beszélgetni, vadászkutyákról, pásztorkutyákról is beszélgetünk egy aranykoszorús mestertenyésztővel, és lesz még egy finom pálinka kóstoló is. Ha már említetted, akkor visszatérve egy kicsit a Covid-ra, ugye tavaly évben elmaradt ez a fesztivál, hogy mi a tapasztalat, mekkora igény van, mennyire igénylik az emberek most ezeket a közösségi eseményeket? 2020-ban nem tudtuk megrendezni a fesztivált, mert ugye hagyományos időpontja ez a május 1-jéhez köthető időpont, és úgy abban az időszakban, március-áprilisban nem volt alkalmas a helyzet arra, hogy ezzel tervezzünk. Tavaly egy másik időpontra tettük át éppen azért, hogy a járványhelyzet lehetővé tegye a megrendezést, akkor beléptetni kellett, tehát ez egy ingyenes, szabadon látogatható fesztivál, de akkor kordonokkal körbe kellett kerítetni, és beléptető pontokon tudták megközelíteni a nagyszínpadot, illetve a Ligetben elérhető számos programot. Akkor én azt gondolom, hogy természetesen voltak nyilván ellenérzések, hogy védettségigazolást kellett kérni, de hát abban az érzelmi állapotban ezt szerintem természetes, hogy sokan így kirekesztve érezték ettől magukat, de rengetegen eljöttek, tehát karszalaggal léptettünk be, és ennek fogyásából tudunk következtetni arra, hogy azért úgy 10 000 körül a 3 nap alatt megfordultak a rendezvényen. Természetesen egy időpontban nem voltak többen 6-700 embernél, hiszen a területbefogadó képessége annyi, de így a karszalagok fogyásából, ami azért 3 napra volt érvényes, következtettünk arra, hogy rengetegen voltak, tehát nyilván volt egy élményünk is, hogy nagyon sokan örömmel jöttek, voltak olyan, természetesen úgy is van sokszor, hogy egy-egy fellépő miatt jönnek el, de ez mindig jó érzés, hogy maradnak, utána még beszélgetnek, estére még terveztünk tűzzsonglőr bemutatót, tűzszínházat, hogy egy kicsit húzzuk, nyújtsuk a találkozás pillanatát, illetve élményszerűbbé tegyük az itt tartózkodást. Nagyon sokszínű tehát a program, és egyébként van-e bármi olyan, ami jobban vonza az embereket, tehát hogy ami iránt a legnagyobb az érdeklődés, gondolok itt a koncertekre, akármire, van-e bármi ilyesmi fesztiválon, mi a tapasztalat?
Azt hiszem, hogy ennyi év alatt, ez ugye ez a 14. fesztiválunk, a helyiek egy kicsit ugye a mi fesztiválunknak érzik. Ettől a fesztivál egy kicsit olyan, hogy mindenki találjon benne, ami miatt érdemes eljönnie, ami miatt, tehát egy alkalom arra, hogy találkozzunk egymással, mert nagyon sokan szeretik a portékás vásárt, nagyon sokan szeretik a tóparton ilyenkor megtartott mini vidámparkot, ugye a fiatalok is neveznek a sportversenyekre, most is lesz a Gárdonyi Katlanban, ugye említettem a horgászversenyt és a futóversenyt is ehhez. Tehát több rétegű a fesztivál, ami mindegyiknek van egy olyan hátsó szándék, hogy valakiket megszólítson, valakiket oda csábítson a helyszínre, hiszen egy picit talán ránk fér az, hogy egy kicsit engedjük el magunkat, legyünk egymással kedvesek, ne feszültek, és ehhez mi társítunk kiváló zenei programokat, tényleg a Latin Jazz-től a szamba produkcióig, a dobsóig, az esti nagy koncertekig, ugye szombaton a Nagy Feró és a Beatrice, vasárnap este 8-kor pedig a Kartágó ad nagy koncertet, ami fellépő kiválasztásában ugye mindig szempont, hogy jó tudjanak bánni a közönséggel, magas minőségű profi produkcióval érkezzenek, és talán ennek a két zenekarnak a kiválasztásakor is szempont volt az, hogy ne egy-egy célközönséget célozzanak csak, hanem olyanokat, akik vagy még nem ismerik, vagy régül is meg, tehát hogy egy ilyen találkozási pontként szívesen eljönnek erre a koncertre majd. Úgyhogy azt gondolom, hogy így a zenei programok miatt érdeklődnek a fesztivál után, de amikor már megérkeztek, akkor sokfelé tudjuk irányítani őket, sokfelé olyan helyzetbe, ami kíváncsiságra tartat okot, és hát nem mondunk le arról, hogy a tó körül elérhető borok és pálinkák, hal és vadételek is nagy sikert fognak maguknak szerezni, és ott ugye csatlakozott még hozzánk az Agárdi Pálinka Főzde is, akik saját programmal, illetve egy hozzáadott értékkel képviseltetik magukat a fesztiválon, nem csak a fesztivál központban, a kóstolók, illetve a kiállítóhelyük kapcsán, hanem ugye egy éves az Agárdi termelői piac, ami az ő területükön működik, ott van kultúrpark is, és múltként vadasnappal járulnak hozzá, ami a kerti kemence körül elfogyasztott vadételekből, vadászokkal való találkozásból, a ligetben mese projekt, illetve a teraszukon zenei, élőzenei projekt is lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy akik kerékpárral érkeznek, de akár ha gyalogosan érkeznek is, nagyon szép természeti környezetet tudunk ígérni, hiszen most virágoznak a fák a Gárdonyi Géza sétányon, ami fölvisz oda, és hogyha ellátogattak oda, még tovább tudnak menni a Gárdonyi Géza emlékházig, úgyhogy talán mindenki talál olyasmit, ami őt érdekli, és hát természetesen a Csernel István Madárvartán is zajlanak programok, a madarászok lesznek ott nyílt nappal, illetve hajnalon a madárgyűrűzés is lesz, úgyhogy néhány dolog, amit eszembe jut, hogy gyorsan még szívesen a figyelmükbe ajánlanék, a tóparton idén is lesz a Dinnyési Fogatudvar részéről lovaskocsizás, Dinnyésig el tudnak jutni, meg tudják látogatni a várparkot, aki nem lovaskocsival szeretné felfedezni a vidéket, azoknak javasoljuk, szombaton indul az a hagyományos programelem szintén a nagy kultúra. A tó körül busszal körbe lehet járni szakvezetéssel a kulturális tereket, tehát a Gárdonyi Géza emlékház, a Vörösmarty emlékház, a halászkastély, a katonai emlékpark, a várpark, a hagyományőrző központ, tehát ez mind meglátogatható, és mindenhol lelkes és nagy szeretettel lelkesen és szeretettel fogadják a vendégeket, úgyhogy hívunk, várunk mindenkit szeretettel, reményeink szerint az idő is jó lesz, úgyhogy semmi nem áll útjában ennek a szép rendezvénynek talán. Akkor kicsik és nagyok is egyaránt megtalálhatják a számításaikat is, tényleg valóban sokszínűek a programok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!